Sziasztok, a mai nap a D-vitamin fontosságára fogok nektek beszélni. Ez a 24 eszenciából az egyik, amire a szervezetnek szüksége van, mivel nem tudja önmagától előállítani, csak napfény hatására, ezért is hívják napfényvitaminnak. Tehát barnulás közben mondjuk nyáron tud termelni a szervezet a bőr D-vitamint, viszont ugye télen annyira nem, és engem ismertek, mennyire vagyok barna, úgyhogy nekem is szükségem van rá. Megtalálható amúgy élelmiszerforrásokban is, mint például marhahúsban, halfélékben, tojásban, illetve sajtfélékben. D-vitamin fogyasztása igen fontos, mivel rengeteg embernél hiányos a fogyasztása, és új betegségek jelentek meg emiatt is. Az egyéb ásványanyagok, vitaminok felszívódását segíti, tehát multivitaminben elengedhetetlen a D-vitamin. Ugye az ásványanyagokhoz sorolható a kálcium is, D-vitamin hiányos környezetben a kálcium 10-15%-ban tud felszívódni, ami elég kevés, viszont ha beviszünk kívülről a D-vitamint, akkor ugye a csontsűrűség nő a bevitt kálcium miatt, így a csonttörések esélye csökken, az immunitást is erősíti. Mindemellett zsírégető hatású, teljesítményfokozó, illetve izomnövelő, izomtömegnövelő hatása is van a szervezetre, és az agyműködésünket is serkenti. A napfény alatt töltünk egy napot, akkor olyan 10 és 25 ezer nemzetközi egység D-vitamin termelődik a bőrünkben. Ez általában nem következik be senkinél, ezért szükséges a kiegészítés. 5-10 ezer egységgel tudjuk kiegészíteni. Kapszulánként amúgy a Jim Beam D-vitaminja 5000 egységet tartalmaz. Bizonyos gyártóknál előfordul, hogy átverik az embereket 500 egységgel kapszulánként, ami egy barlangban a túléléshez éppen hogy elég, de mivel mi nehéz atléták vagyunk és nehéz fizikai munkát végzünk végül is, az izomépítés az elengedhetetlen a magasabb D-vitamin bevitel. D-vitamin kapszula formájában szívódik a legjobban, omega 3 és kokuszolaj kiegészítéssel tudjuk egy kicsit feljavítani a felszívódását. Két formája létezik, a D2-D3. A D3 az optimálisabban felszívódó. Az examin.com oldal szerint a diétádnak a legfontosabb kiegészítése a D3 vitamin, tehát hogyha egyetlen egy kiegészítőt akarsz használni, az legyen ez, még a multivitaminoknál is fontosabb. Köszönöm, hogy velem voltatok.